Two plies. Miss Rajna and Acor Hotels Limited. What's this machine? We are getting legal advice through the internet. Well, I can't conduct a hearing with you getting legal advice over the phone. You either have to take legal advice now in advance, or you'll have to bring a lawyer. Nem használhatja ezt a készülékét az tárgyalás alatt. Ez sérti, súlyosan sérti az emberi jogokat, hogyha nem engedik, hogy kapja jogi tanácsot az én anyanyelvemen, Magyarországról, ami sokkal olcsóbb mondjuk, mint egy angol. That it hurts my human rights. If I'm not allowed to take legal advice on a language that I can understand from Hungary, which is considerably much cheaper than if I would ask for a legal advice here. Yes. First of all, actually, you better swear the... Yeah. I swear by Almighty God that I will well and faithfully interpret and true explanation make of all such matters and things as shall be required of me according to the best of my skill and understanding. Yeah. Will you tell this person, Rajna, that stopping her taking legal advice, but she's not to take legal advice, having conversations with the lawyer during the course of the hearing. If she wants me to go away for half an hour, she can take legal advice. Hogy ennek módjában van jogi tanácsot kérni. Igen. Azonban ezt meg kell tennie a tanácskozás, az itteni eljárás előtt. Igen. A bíró szívesen ad önnek egy fél órát, hogy megbeszélje az tanácsadójával, amit meg kell beszélni, de a tárgyalás alatt nem használhatja ezeket. Szóval a tárgyalásra nem használhat, nem kaphatok legal advice-ot. Előtte az interneten keresztül. Szóval én nem kaphatok legal advice-ot, az angol törvény szerint megmutatná ezt a törvényt nekem? De, is it your opinion that Ms. Rajna cannot take any legal advice during the proceedings? And if this is unlawful in this country, could you please quote the law? I'm not entering into a debate with Ms. Rajna about this. If she wishes to obtain legal advice, I will rise and she can ask for legal advice. Azt mondja, hogy én nem vitatkozom önnel ebben kapcsolatban. Ha önnek jogi tanácsra van szüksége, akkor én megvárom, míg megkapjon a jogi tanácsot a tárgyalás előtt. De nem vitatkozunk ezen. Uh-huh. És hajlandó írásban adni nekem, hogy nem kérhetek legal advice-ot a hearing alatt? And would you be able to give a written ruling that you are unable to proceed in such a way that... Well, I'll certainly give a ruling. I mean, I will refuse to hear the case if she insists, and I will give my reasons why. Azt mondja, hogy ha ön ragaszkodik ehhez, igen, akkor ő visszautasítja annak a lehetőségét, hogy ön meghallgassa, és akkor adna egy magyarázat arra vonatkozóan, hogy miért szüntette be a tárgyalást. Uh-huh. Akkor, oké, rendben, akkor szükségem van tanúra. In that case, I would like to have a witness to be present. To have a witness to és be egy, present. És aki segít nekem itt az anyagoknak a rendezésében. And someone who would help me in dealing with the matter in hand. Well, that's up to us. It's not my job to find someone to help. Nem is kértem. Csak bejelentem. I didn't ask for this. I just merely phoned. So. I don't understand. Van kifogása az ellen, hogy bejöjjön valaki nekem asszisztálni? That would you have any objection if somebody would come in here to assist this lady? Nem tudom. Nincsen ellen. Nincsen ellen. Rendben van.
De be lehet jönni, jól van. Akkor tulajdonképpen bejöhetsz, hogyha akarsz. Unser geliebter Führer Adolf Hitler! Sieg! Heil!